Van, ahol jeges bulira, és van, ahol téltemetésre hívják az érdeklődőket a Balatonnál. Hogy kinek kedvez majd az időjárás, az a hétvégén kiderül. És mivel mi csak a hírvívők vagyunk, és ez itt nem Spárta, ezért teljes értetlenséget élvezünk, bármi is lesz. Pénteken visszatér Balaton lellére az a zenekar, akik nemrégiben óriási sikert arattak a helyiek körében, Bud Spencer és Terence Hill filmjeinek zenéivel. Beszélgetés sok zenével. A Balaton lellei zenés cappuccino vendége ezúttal Wolf Kati lesz. Volt már üvegfestő, varrónő, dekoratőr és ruhatervezőnek is tanult. Fekete Dóra textilművész munkáit láthatják Siófokon, ahol a jelmondat a játékosság lesz. A legjobb hangú fiatalt keresik a hangerő tehetségkutató versenyen, ahol könnyű zenei és musical műfajban dalolnak majd a versenyzők. A 10 és 30 év közötti tehetségek három legjobbja az értékes jutalmak mellett fellépési lehetőséget is kap a nyáron rendezendő Balaton hangja tehetségkutató énekverseny döntőjében. A Keszthelyi Zeneiskola tanárai is közreműködnek az ifjúsági hangverseny bérlet következő koncertjén, melynek témája impresszionizmus a zenében. Ez itt egy meghívó egy irodalmi estre, ha elolvastad, döntsd el, érdekel és jössz. Amennyiben eljössz, szeretettel várlak, ismét fricskát adok ennek a csodavilágnak. Baranyai Máté tart irodalmi estet Balatonfüreden. Látványos, maskarás menet vonul végig Tihanyon szombaton, ahol a hagyományokhoz híven mágián égetik el a telet jelképező kiszebábot. Egy kezdeményezés keretében fiatal balatoni alkotók munkáit állítják ki a Keszthelyi Balatoni Múzeumban. Ezúttal Horváth Csaba kap lehetőséget a bemutatkozásra. Zenészek, táncosok és diákok alkotta filmek. A Balaton Almádi Művészeti Iskola farsangi bulián nem fognak ásítozni. Csusszanjanak át Balaton-Almádiba, ahol a hétvégén zenés jeges bulit rendeznek a Balatonon, és ahol sportversenyekre is benevezhetnek. Mátyás király ajándékozta Kinizsipának a később róla elnevezett várat, ez a hét turisztikai ajánlata. Nagyvázsony a honfoglalást követően a Vázsony nemzetség birtokában volt. A kőkorszak óta lakott, a római hadi utak kereszteződésében álló helység. A várat azonban nem ők, hanem a Vezsenyi család építette a 14. századtól kezdve. Mivel a család a 15. század második felében kihalt, birtokuk a királyra, történetesen éppen Mátyás királyra szállt, aki a várat és az uradalmat a csehek ellen bátran és eredményesen harcoló Kinizsipának adományozta. Tartsanak velem a jövő héten is, hiszen akkor egy olyan eseményre is elhívom Önöket, ahol kolbászból lesz a kerítés is. Viszontlátásra!